Majál is tartunk május 29-én az Óbudai szigeten, immár a rendőrség jóváhagyásával. Kassai Lajos lovasijász bemutatója, ingyenes pokolgép, romer és nemzeti hang koncert lesz a rengeteg gyermekprogram mellett. Az LMBTQP felvonulás kiszorításán felbuzdulva a Mi Hazánk mozgalom újabb jogi friskájával, ezúttal a még mindig túlzott lezárásokat cserezi ki. Az ország legnagyobb majálisait szervező Mi Hazánk családi napja május 29-én az Óbudai szigeten végül egyszerre több, közvetlenül egymás mellé bejelentett rendezvényt jelent, így az 500 fős létszámkorlátot meg sokszoroztuk. A részvétel tehát a diszkriminatív oltási könyv és maszk nélkül is szabad a bárki által látogatható közterületeken az egésznapos program során. A rendőrség ma tudomásul vette a bejelentéseket, az egyeztető tárgyalások eredménye zárultak a BRFK-n. Ingyenes koncertek és gyerekprogramok lesznek 9-től 20 óráig, Ugrálóvára, Kisvonat, Héliumos Lufi, az első 100 gyerekeknek legalábbis, Lufi hajtogató bohóc, kézműveskedés, bőrkakötő készítés és papírmerítés, gyermekijászat, jurtaállítás, óriás csocsó, gyermekek motoroztatása a Mi Hazánk motorosainak köszönhetően, állatsimogatás, pónilovaglás mind természetesen ingyen. 9 órakor reggeli lesz, az első 100 érdeklődőt szalonás rántottával várja Dúró Dóra országgyűlési képviselő. Beszélgessenek tehát a Mi Hazánk vezetőivel és országgyűlési képviselőivel a terített asztaloknál. 10 órakor a Buborék Együttes gyerekkoncertje kezdődik, 11-kor a bűvész bemutató. Délben dr. Apáti István országgyűlési képviselőnk és Varga István pénzügyi szakértő előadása a Fekete István Szabad Egyetem keretében. 13 órától Torockai Lászlót Kisberg Szabolcs kérdezi, majd 14 órától Kassai Lajos lovasijász bemutatója lesz a színpad előtti füves területen. 15 órakor Nemzeti Hang, 16.30-kor Romer, 18 órakor pedig Pokolgép koncert fogja zárni az egész napos családi programot, melyet egész nap kirakodóvásár kísér, kézművesek, meleg ételek, hideg italok lesznek természetesen, tobozó sátorral lesz jelen a Mi Hazánk mozgalom, a Mi Hazánk nyugdíjasai, a Mi Hazánk ifjai és a Magyar Önvédelmi mozgalom is. A babamama sátorban szoptatási és pelenkázási lehetőséget is biztosítunk, a rendezvényt pedig esőben is megtartjuk, bár abszolút jó idő várható, a legjobb idő egész héten. A megközelítés tömegközlekedéssel ajánlott, az Óbudai hajógyári szigetre a Batthyány téről induló Margit hídnál is megálló H5 jelű hévvel a Filatori gátnál leszállva lehet eljutni. Onnan tovább gyalogosan a K-hídon át, egyenesen majd balra. Parkolni pedig a K-hídon átmenve a belső kijelölt bőséges parkolóhelyeken szabad, de az utak mellett megállni tilos. Mindenkit szeretettel vár május 29-én a szervező Mi Hazánk mozgalom. A rendezvény költségeire adományokat köszönettel fogadunk a mihazánk.hu/támogatás oldalon.